Volt egyszer egy király, és annak három fia. Volt a királynak egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Olyan különös fa volt az, hogy éjjel virágzott, és meg is ért rajta az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király, amikor szokása szerint korán reggel kiment sétálgatni gyönyörűséges kertjébe, az aranyalmáknak csak a hűt helyét lelte. Így történt ez másnap is, harmadnap is. Összehívta a király erre az egész udvart, s kihirdette, hogyha olyan emberrel találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát neki adja. Az őröknek sem kellett egyéb, odaállottak az almafához, de hiába volt minden, mert éjféltájban mély álom ereszkedett rájuk. Alig múlt el negyed óra, mire felébredtek. Az aranyalmák mind eltűntek. Aztán a tanácskozásban felszólalt a három király fiú, és megjelentették, hogy ők fogják őrizni az almafát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni, de vele is csak ugyanaz történt, ami a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott, Árgyélus királyfi. Legelőször is tubákkal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe, így ült le az almafa alá. A holdvilág szépen világított Árgyélus királyfi arcára, már érezni kezdte, hogy az álom össze akarja a szemét húzni. Szippantott hát egy kis tubákot, jól megdörzsölte a szemét, nagyokat prüsszente. Aztán másodszor is nagyot szippantott a tubákból, még egyszer megdörzsölte a szemét. Egyszer csak halk suttogást hallott. Feltekintett, hát a feje felett 12 hollót látott repülni. Egyenest az almafához tartotta. A 13. holló, mint vezér, elől repült. Thank you.
Jézus elkapta a 13. hollónak a lábát, s felkiáltott. Meg vagy tolvaj! De midőn rátekintett, hát látja, hogy karja közt egy gyönyörű, szép lány fekszik. Aranyfürkjei eltakarják szép fehér vállát. Ki vagy te, szép tolvaj? Kérdi a királyfi. Soha többé el nem eresztelek. Én tündér szép Ilona vagyok, mondta a szép lány. Ezek a hollók pedig a lány pajtásai. Mulatságból minden este ide repülünk, hogy a sok aranyalmákat leszedjük. De nálad nem maradhatok, pedig megvallom, hogy te vagy, akit soha felejtenem nem lehet, mert csak téged szeretlek. Maradj nálam, kérte Árgyélus. Nem maradhatok, felelte tündér szép Ilona. De megígérem, hogy ezentúl minden nap el fogok jönni, de az almákat többé el nem viszem. Légy mindig itt, ha látni akarsz. Ezen nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák mind megvoltak. A király homlokon csókolta a fiát. Árgyélus csak azt kérte az apjától, engedje meg, hogy tovább is őrizhesse az almafát. Ki is ment minden éjjel Árgyélus királyfi őrködni, hogy láthassa tündér szép Ilonát. De volt a király udvarában egy vén banya, aki Árgyélus királyfit nagyon szemmel tartotta. A király is kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Árgyélus annyira szeret az almafánál őrködni. Magához szólította hát a vén banyát, és így szólt hozzá. Látom, hogy Árgyélus királyfit te szemmel tartod. Vigyázd meg egyszer, mikor az almafánál őrködik. Úgy is te. Mikor Árgyélus az almafához ment őrködni, a vén banya a pokrok mögé bújt. Korán reggel már jelentette a királynak. Meglekszem, Árgyélus királyfi, gyönyörűséges aranyhajulánnyal láttam az almafalat ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyhajulány. Hazudsz, vén banya, mondta a király. Nem igaz? De úgy van az, felséges uram. Ha kell, holnap jelent is hozok arról, hogy igazam van. Másnap este Árgyélus és tündér szép Ilona megint egymással mulatta. Maguk sem tudták, hogyan történt, mélyen elaludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vén banya, és egy aranyfürtöt levágott tündér szép Ilona hajából, aztán lassan elment. Felébredt tündér szép Ilona, sírni, jajgatni kezdett, felébredt erre Árgyélus is. Mi bajod van, kedvesem? Jaj, Árgyélus, éj boldogul, én téged soha többé nem láthatlak, nálad nem maradhatok. A házadban tolvajok laknak, nézd! Aranyfürtjeimből egyet levágta. Ezzel megölelte Árgyélust, ujjáról egy gyűrűt vett le, és Árgyélus ujjára húzta. Neked adom, mondta, erről akárhol megismerlek. Ezzel összecsapta kezét, hollóvá változott, és elrepült. Thank you.
másnap reggel a vén banya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Nagyon csodálkozott a király, és tüstént magához hívatta Árgyélus királyfit. Édes fiam, testvéreidet már mind kiházasítottam, megjött az, hogy téged is megházasítsalak. Gazdag királylányt kerestem számodra, azt hiszem nem lesz ellenvetésed. Kedves atyám, én meg fogok házasodni, de csak úgy, ha én választok magamnak feleséget. Már találtam is. Tündérszép Ilona lesz a feleségem. A királynak nem tetszett a felelet. De bármint akarta is lebeszélni Árgyélust a kívánságáról, az nem engedett. Kardot kötött az oldalára, és elment, hogy tündérszép Ilonát megkeresse. Az egész udvar gyászba borult utána, már majdnem az egész világot összejárta Árgyélus, de tündérszép Ilonának még a nyomára sem talált. Egyszer egy kis házhoz jutott. A házban egy vén anyóra talált, illendően köszöntötte. A vén anyó széken ült, csodálkozva kérdezte Árgyélust. Hol jársz erre a lamadár, se jár? Öreg anyám, mondta Árgyélus. Nem tudnál nekem megmondani, merre lakik tündér szép Ilona? Nem, bíz, édes fiam, de talán ha hazajön az uram, a nap, aki mindenüvé odasüt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert ha meglát felfal, erre elbújt Árgyélus. Hazajött a nap, belép a szobába, s mindjárt kezdte. Hú, tű, anyó, ember, hús, büdös! Erre kibászott az ágy alól Árgyélus, s köszöntötte a napot. Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél, mondta a nap. Másként felfaltalak volna. Tündér szép Ilonáról nem tudok semmit, de talán Hold bátyám tud felőle valamit. Elment hát Árgyélus oda is, ott is úgy járt, csak úgy, mint a napnál. Az a szélhez utasította, oda is eljutott, szépen beköszöntött, és a széltől is megkérdezte, hogy nem tud-e valamit tündér szép Ilona felől. Én, mondta a szél, nem tudok semmit, de nem messze tőlem abban az erdőben lakik az állatkirály. Azt talán tud valamit? Mendegélt újra Árgyélus. Már egészen beesteledett úgy, hogy majdnem semmit sem látott. Felmászott egy fára, szétnézett, nem lát-e valahol világot. Csak ugyan, a messze távolban észrevett egy kis világocskát, ami egy szép kastélyból szüremlett.
Bekopogott, kinyílott az ajtó, és egy óriás jött elébe, akinek a szeme a homlokán volt. Á, jó estét, felséges király, köszönt Árgyélus. Nem tudnál te nekem tündér szép Ilonáról valamit mondani, hol lakhat? Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, mint illik. Másképp halálfia lettél volna. Én az állatkirály vagyok. Tündér szép Ilonáról nem tudok semmit, de talán az állataim közül valamelyik tud felőle valamit. Ezzel egyet füttyentett, és az egész palota azonnal tele lett mindenféle állattal. Tudjuk követni az eseményeket? Igen. Igen, ismerős volt sokatok számára nyilván ez a lépmese, de hogyha nem ismerős, akkor is szépen lehet követni. Hát ez a szegény Árgyélus micsoda utat kell neki bejárni azért, hogy megtalálja... Tündér szép Ilonát, így van. Hát hogy megtalálja vagy nem találja, ezt majd a mese során ki fog derülni hamarosan. Lássuk csak, hol is tartottunk? Ott tartottunk, hogy az állatkirály összecsődítette az összes állatot, ugye? Föl is tette a király a kérdést, de az állatok közül sem tudott senki semmi. Végre is előkullogott egy sánta farkas. Én, mondta a sánta farkas, tudok tündér szép Ilona felől valamit, a fekete tengeren túl lakik, ott törték el a lábamat. Na hát, akkor vezesd oda ezt a szegény királyfit, mondta az állatkirály. A sánta farkas azonnal odaállt, hogy Árgyélus üljön rá. Így mentek száz meg száz esztendei. Egyszer csak letette a farkas Árgyélust. Már, én tovább nem vihetlek, oda most már magad is eltalálsz, hisz nincs már messzire, csak száz esztendőt kell még menni. Ezzel elbúcsúzott tőle, s elsántikált. Thank you.
rendegélt Árgyélus tovább, egyszer csak egy völgyet lát, mely három hegyel volt körbevéve. A völgyben épp három ördög verekedett. Oda ment hozzájuk és kérdezte tőlük, miért verekednek. Az atyám meghalt, s maga után ezt a köpönyeget ostort és bocskort hagyta. Ez a köpönyeg olyan köpönyeg, hogyha magadra veszes, aztán a bocskort a lábadra húzod, és ezzel az ostorral egyet csattintasz, és azt mondod, hogy hip-hop, ott legyek, ahol akarok, ott vagy azonnal. Ezen nem tudunk mi megegyezni, nem tudjuk, kire mi jusson. Na, mondta Árgyélus, ha csak az a baj, majd elosztom én köztetek. Ha nem, egyik hárjon föl erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra. Az ördögök fölmentek a hegyre, Árgyélus pedig felvette magára a köpönyeget és a bocskort, az ostorral egyet csattintott és azt mondta, hip-hop, ott legyek, ahol akarok, legyek azonnal, tündér szép Ilonánál. Tiszta palota előtt termett. Éppen kitekintett az ablakon Tündér Szép Ilona egyik játszótársa, megismerte Árgyélus, vagy beszaladt hangosan Tündér Szép Ilonához szólott. Itt jön Árgyélus! Tündér Szép Ilona azt hitte, hogy csak játszanak véle, pofon vágta a lány pajtását. De jött a másik, a harmadik, a negyedik, a tizenegyedik, de úgy jártak mind a tizenegyen, mint az első. Árgyélus bekopogott az ajtó. Egy öreg asszony jött ajtót nyitni, nagy csodálkozással nézett Árgyélusra, aztán a csodálkozása nagy örömmé változott. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Árgyélus, legalább megszabadítod a király kisasszonyunkat. Most nem lesz, mert lehetsz vele csak éjféltárban, mert csak akkor járhat szabadon. Akkor, ha te háromszor megcsókolod, a varázslónak nem lesz több hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon, másként halálfia lennél. Nem félek én tőle sem, mondta Árgyélus. Megvívok én vele! Az öreg asszony behívta Árgyélust, selyemágyat vetett neki, pompás vacsorát készített számára, aztán azt mondta. Minden éjjel eljön ide Tündér Szép Ilona, ne aludj el! De az öreg asszony gonosz boszorkány volt. Volt egy sípja, amelyet ha megfújt, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, elfordult és sípolt! És attól Árgyélus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy a világon volt-e valaha. Éjféltájban eljött Tündér Szép Ilona, meglátta a kedvesét és felkiáltott. Ébredj fel, kedvesem, ha háromszor megcsókolsz, megszabadulok a varázslattól. De Árgyélus nem ébredt fel. Reggel azt mondja a vén banya. Itt volt Tündér Szép Ilona, de te aludtál, mint a bunda.
Másnap is úgy történt, harmadnap is. De egyszer, amint a vénboszorkány elbóbiskolt, Árgyélus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta és kíváncsiságból belefújt. Hát látja ám, hogy az egész cselédség elaludt tőle. Ekkor tért észre, hogy azért aludt ő is olyan mélyen, mikor a vénbanya sípol. Most a maga nyakára akasztotta a sípot, és valahányszor a boszorkány fel akart ébredni, ő mindannyiszor sípolt egyet. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündér Szép Ilona, Árgyélus háromszor megcsókolta, és azonnal az egész vár kivilágosodott, minden ajtó felnyílt, a vén boszorkány elsüllyedt. Mielőtt újfent megcsókolta volna Árgyélus tündér Szép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta. Ez azért van. Mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondta? Megérdemle. Nevegte tündér Szép Ilona. Ekkor Árgyélus karjába vette tündér Szép Ilonát, felhúzta a köpönyegét, és bocskorát, ostorával egyet csaptam. Hip-hop, ott legyek, ahol én akarok, legyek az apám várában. Oda repültek egy szempillantás alatt. Árgyélus hatalmas király lett, tündér Szép Ilona. Még hatalmasabb tündér. Még most is élnek, ha... Ha meg nem haltak. Hát drága szíveim, ez volt, ülj le gyorsan a helyedre, nem mondta se könnyen. Tehát ez volt az Árgyélus királyfi mesénye. Ha valaki nem hiszi, járjon utána. Minden esetben nagy tapsot kérnék szépen Baróti Rékának, aki a rajzokat készítette. Matusz Gergőnek, a kiváló humoristának, humoraművésznek. Szilvágyi Sándornak, a vitár, a fantasztikus megszólaltatójának. És a passzusok királyának Lukács Ház István. Az ő nevükben is búcsúzunk Győzé bácsi, azzal, hogy örülök, hogy itt voltatok, és hamarosan ismét találkozunk itt Egerben. Most üljön le mindenki elejére.